nagyon kellemes illata van, biztos nagyon finomás. A Pécs Mecseki Borút Egyesület elnöke Rozét kóstol Mecsek Nádasdon. Kinyitottak a pincék a településen szeptember utolsó szombatján, és várták a vendégeket, hogy bemutassák, milyen borok készültek a felügyeletük alatt. Az Egyesület elnöke azt mondja, éppen azért hívták életre szervezetüket, hogy népszerűsítsék a pécsi borvidék termékeit. Egy kicsit a helyi borászok villány egy Szekszárd árnyékába érezték magukat, és úgy érezték, hogy nincs meg az a pozíciójuk, amit a tevékenységük alapján megérdemelnének. És a Borútunknak fontos, hogy olyan közönség számára is népszerű rendezvényeket szervezzen, mint ez a kezdeményezés is. Itt mi tájszervezők voltunk a helyi borászoknak az egyesületével, és azt gondolom, hogy a pécsi borvidéken talán ez a legszebb borfalu. Tényleg Mecsek Nádas méltán viseli azt a nevet, hogy rejtőzködő borfalu, ez egy korábbi projektnek volt a címe, hiszen itt több ilyen gyönyörű pincesor van, amely szerintem az utóbbi időben egy turisztikai szempontból is fölértékelődött. Úgy gondolom, hogy a borvidékünknek egy kedvező folyamat az, ami a fogyasztói trendváltozásban megnyilvánult, hogy mind a helyi lakosok, mind a turisták keresik a helyit. Tehát ma már, ha egy pécsi ember pécsi bort akart inni, akkor nem feltétlenül a Villányira gondol, sőt, általában nem. És itt van ez a gyönyörű település, több tucat jó minőségű termelővel, akik tényleg kiváló, bárkinek az asztalára odaillő bort tudnak előállítani. Tehát miért ne segítenénk őket egy kicsit pozícionálni, megismerni. És az ilyen népszerű rendezvények az a cél, hogy több száz ember jöjjön ki egy adott nap, járja végig a nyitott pincéket, kóstolja meg a borokat. Azt gondolom, hogy ez a legjobb marketing értékű rendezvény, hiszen ha valakit jól érzi magát, és úgy érzi, hogy ezek a borok tényleg azért ízlésesen elkészített, jól fogyasztható borok, már pedig többnyire ilyeneket kóstolunk, akkor talán elviszi a településnek a jó hírét, és elősegíti, hogy a itt dolgozó borászok is könnyebben piacra jussanak, illetve a településnek a turizmusa tovább fejlődjön. Azért a való életben nem különülnek el élesen a borvidékek. Példa erre a Garai pincészet, akik szintén bemutatkoztak Mecsek Nádaston. Ez a itt látható a Mecsek Nádasdi pincénk. Ugye nekünk 2014 óta Szekszárdon is van egy pincénk, ahol nagyobb volumenben tudunk bort készíteni. Erre a hétvégére egy 2021-es irsaival készültünk, egy kékfrankos Zweigelt rozéval, és egy 2018-as évjáratból Cabernet Sauvignonnal. Az irsai szekszárdi szőlőből a másik kettő fajta, vagy tehát a másik kettő bor, az Mecsek Nádasdi területről származó szőlőből készült. Régebben a fehér szőlőfajtákat ajánlották ide telepíteni, de ugye a klímaváltozásnak hatására egyre inkább szerintem a kék szőlőfajták is megtalálják itt a helyüket. Mint például a kék frankos, vagy akár a Cabernet Sauvignon. Szerintem már ezekből a fajtákból is kiváló borokat lehet készíteni, és ez csak még javulni fog. Vendégeket is megkérdeztük Mecsek Nádasdi tapasztalataikról. Pécsre érkeztünk, alapvetően borkedvelőek vagyunk, és így gondoltuk, megnézzük ezt a napot. Nagyon érdekes volt egyébként, nagyon szép pincéket kóstoltunk és láttunk. Helyi fajtákat iszunk alapvetően, én alapvetően fehér borokat kedvelő vagyok, a párom ő, aki inkább a vöröseket kedveli, és itt a Riesling szilvánitól kezdve gyakorlatilag végig kóstoltuk az összes lehetséges fajtát, irsai, olivert és társait. Alapvetően nagyon, nagyon tetszett, nagyon finom borokat kóstoltunk. Szerintem nagyon finomak ezek a borok. Az utóbbi időben több borvidéken jártunk, és szerintem ezek a borok nagyon finomak voltak. Szóval voltunk Tokajban, voltunk a Somnyón, és ezek meg voltunk Villányban is, és szerintem ezek egy ilyen kiemelkedően finom borok voltak. A Villányhoz hasonlóak, de finomak. A vezetett túrát, ahol a pincék és a borvidék történetéről is hallhattak, Hetényi János vezette. Ő is helyi egyesülete szervezte a Mecsek Nádasdi borbarangoló elnevezésű napot. Magával a helyjel vagy magán a helyen csodálkoztak, hogy nem is gondolták volna, hogy akit a hatos úton keresztül, egy Mecsek Nádasdon, az gyakran megteszi ezt az utat, de hogy milyen csodák vannak itt hátul a völgyekbe, ez egy nagy meglepetés volt nagyon sok ember számára, még olyanoknak is, akik itt a közelben laknak.
Természetesen ez hozzájárul az is, hogy a gazdák nagyon készültek erre a mai napra. Mindenki a legszebb arcát, a legszebb borát vette elő, mert nagyon fontos Mecseknádasdnak, mint általában a turisztikát megcélzó településeknek, hogy jó véleménnyel távozzanak innen a vendégek, és azt hiszem, jelenleg jó úton járunk. Egy igazi különlegességet is megismerhettek a vendégek a település völgyei között. Ez a birtok a nemzetközi hírű idegsebész Hudák István és felesége birodalma. A gyönyörű táj, az impozáns épület elvarázsolta a látogatókat, de ehhez hozzájárult még a különleges kínálat is. Itt telepítettünk egy nagyon különleges a szőlő, ami az a neve, ami száperávi, de természetesen többet van a szőlő nálunk. A száperávi a Grúziából származik, a Georgiából, vagy a Georgiából, így is lehet mondani. Az a benne jó, hogy a Grúziának nagyon régi a borkészítés hagyományban, 8000 év. Most egyik a bor, aminek a neve a Fönkirchen, olyan, mint a Pécsnek. Én nagyon szeretem a Pécs város, az is Fönkirchen valamikor volt, és a miért Fönkirchen, mert öt fajta borból áll, ez egy Cabernet Sauvignon, Shiraz, Saperavi, Kékfrankos és a Merlot, ezért öt a bor, öt templom, és ez a bor nyerte, bement a top 25-be, és természetesen van nálunk még a száperávi, ami egyik kedvencem fajta, azért, mert nagyon-nagyon sűrű, testes, gyönyörű, szép, nagyon sok az ember kíváncsi, ami most jöttek, mindenki kéri meg a száperávi kóstolni, hát nyilván különlegesség. Hudák doktor zongorajátékát is élvezhették a vendégek. A nap azonban a Hetényi birtokon ért véget, ahol vacsorával és kulturális műsorral várták a Mecseknádasdi borborangoló vendégeit a 13 pincészet meglátogatása után.